Szevasztok, srácok, lányok, hogy mindenkinek. Fortnite-ozni fogunk még hozzá mobilon. Kiraktam nektek ugye YouTube-ra, a közösségi felületemre, hogy megnézzük, hogy milyen a Fortnite telefonon. Én már rég játszottam vele. Úgyhogy hát megnézzük. Cipők, hogy látom, itt sem elérhetőek. Ha meglátjuk, hogy mi a helyzet. Menni fogunk egy sima meccset, és egy ranked meccset. Aztán megnézzük, hogy fut. Hát egyrészt, hogy fut. Másrészt meg, hogy hát milyen telefonon irányítani. Azt már most észrevettem, legalábbis így az iPhone 13-asomon, hogy amúgy, mintha nagyon pici lenne a felület, már minthogy így nem nagyon jól lehet látni benne a dolgokat, de már így a menübe, a lobbiba is így a karaktert sem annyira közelről látod, meg a menüt sem. Ez engem például zavar, meg itt is olyan picik a dolgok, nehéz elolvasni, tehát hogyha nem nyomom így az arcomba a telefon tényleg nagyon közel, semmit nem fogok kb. Látni belőle, nem megy a felvétel, oké. Okay. Remélhetőleg vesz mindent, hogyha esetleg halljátok, hogy a telefont nyomkodom, azért szólni, hát érintő képernyős a cucc. Na és itt következett be egy olyan dolog a videóban, amire nem számítottam annyira, viszont azért gondoltam rá. Amit most hallhatok, az nem én vagyok a telefonon, hanem utólag a számítógépen, a vágó programban utólag szerkeztem oda a hangot, ugyanis nagyon sokszor letakartam a telefonnak a mikrofonját, úgyhogy erre gondolhattam volna, hogy ez így lesz, viszont szerintem élvezhetetlen lett így a hangfelvétel abból a szempontból, amit így rögzítettem. A telefon meg nem tudom úgy tartani, hogy úgy játszak vele, hogy ténylegesen élvezhető legyen, vagy tehát nem tudom úgy tartani a telefont, hogy ne takarjam le a mikrofont, mert különben kényelmetlenül tartom, hogy nem tudok játszani. Itt, mint amit most láthatok, itt egyébként a videóban pont azért panaszkodtam, hogy bal oldalt az a kis joystick ikon, ahogy az ujjammal nyomogattam a kijelzőt, kitakarta a fél képernyőt. Tehát amit ott láttok bal oldalt, az a joystick, az olyan rohadt idegesítő volt a játékba, hogy egyrészt nagyon pici volt minden, tehát konkrétan bele kellett bújnom a telefonba, hogy lássak valamit. Mindazonáltal még ez a kis joystick ikon a fele képernyőt kitakarta. Úgyhogy kifejezetten örültem neki. Azt tudom, hogy a régi Fortnite-ben egyébként a HUD-ot lehetett állítani, benéztem a beállításokba, így nem találtam most ezzel kapcsolatban egy hirtelen semmit. Számomra eszméletlen, borzasztó, kezelhetetlen volt ez a telefonos HUD. Tisztában vagyok vele, hogy számítógéphez vagyok szokva, nagyon nagy monitorhoz vagyok szokva, ugye nekem egy 2K-s monitorom van, ahhoz képest ilyen pici kijelző játszani, amit még az ujjaiddal is kell nyomogatni, nem volt valami kellemes, hát a célzásról meg ne is beszéljünk, tehát itt most pont így a videóban láthatjátok, ahogy így balfaszkodtam. Beállítottam azt, hogy automatikusan lőjön, amikor rácélzok valakire, ez hol működött, hol nem, így azt a játék így néha így kimatekozta, hogy ő most lőni akar, most ő nem akar lőni, illetve az, hogy én bekapcsoltam a gyróaimat, nem tudom, hogy kell kimondani, gyerekek, úgy kellett célozni a telefonnal, hogy ahogy a kezemben mozgattam a telefont, mint az autós versenyzős játékoknál, ahogy dölöngettem a telefont, úgy lőtt. Tehát, hogyha én eldöntöttem jobbra a telefont, jobbra célzott. Ha eldöntöttem balra, balra célzott. És amikor meg az ujjammal próbáltam korrigálni, visszaugrott középre. Valamennyi kis aim assist volt, de hogy wow. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez a gyró aim volt-e, amit én így bekapcsoltam, de hogy ez így, nézzétek meg, egy centiről nem tudtam előni a gyereket. Tehát, hogy így ne vicceljük már. Én nem tudom, ki használ olyan aimet, hogy a telefon dölöngéled a kezedben, miközben célzol. Ezt nem tudom, hogy én kapcsoltam ebbe ezt a gyró aimot, és ez az, hogy az alapból így van, de hogy a játékban így borzasztó volt játszani, az 100%. Illetve még amit meg akartam jegyezni mindenféleképpen a videóba, hogy valamiért nem volt hang. Tehát én felvettem a telefonon a hangerőt a Fortnite-ba, és egész egyszerűen valamiért oknál fogva nem hallottam az enemit, nem hallottam a játékot. Tényleg beállítottam a magába a játékbeállításokba is a hangerőt, a telefonon is beállítottam a hangerőt, nem volt lenémítve a telefon. Egyszer itt pont azt a videóban egyébként azt így mutatom is nektek, hogy ténylegesen fel volt véve, telefonon is kibekapcsolgattam a lenémítást, egyszerűen nem hallottam valamire játékot, úgyhogy mindazonáltal, hogy rohadszor volt az irányítás, semmit nem hallottam a játékból, alig tudtam kezelni, így kellett játszanom, úgyhogy szerencsére be volt kapcsolva az, hogy láttam az ikonokat, hogy hol vannak az adott játékosok, ezt nem tudom, hogy a számítógépes verzióból importálta át, vagy ezt alapból bekapcsolja a telefonon, minden esetre mindenféleképpen egy elég jó és hasznos funkció volt, ugye én ezt alapból használom a Battle Royale-ba, itt is viszont használtam, ami viszont nem tetszett,
a sprint mód az ott jobb oldalt fent volt, meg amikor lőttem, nagyon sokszor például a heal itemnek az ikonja ott volt, ahol a maga a célzás gomb van, és volt egyébként, hogy emiatt haltam meg, hogy megnyomtam konkrétan a célzást, és lelőttek emiatt. Az inventory, hát kezelhetősége, rendezhetősége, amúgy szerintem az így eléggé kényelmes, csak így fogod, ezt odébb húzod az ujjaddal a rajta egyébként a cuccot. A kontrolleresről meg majd ugye később beszélgetünk, mert ott viszont egyébként jól rögzítette a hangot a játék, és akit most ennél kell így külön alá beszélnem, mert itt tényleg, tehát így folyamat letakargattam a mikrofont, és kb. Érthetetlen volt, amit mondtam. Úgyhogy igen, tehát az inventory rendszer az kifejezetten tetszett, nem volt bogyodalmas, látjad, csak hogy fogod is így húzod egyébként a dolgokat, és így cseréli. Automatikusan mászott, és automatikusan nyitott dolgokat nekem a játék, amit nem tudom, hogy miért csinál, de oké, ezt így nem állítottam különbe. Úgyhogy igazság szerint itt én tényleg nagyon sokat panaszkodtam emiatt a joystickikon miatt, mert eszméletlen mód zavart, hogy alig látok valamit a játékból, és azt, hogy még a képernyő felét kitakarja a joystickikon, én ezt nem tudom, hogy gondolták, hogy ezt ki lehet-e kapcsolni, be lehet-e kapcsolni, de hogy így, mint első élménynek itt telefonon, hát jó, nem első élmény, mert ezért játszottam én telefonon, nem tudom, én nem emlékszek arra, hogy ez annyira irritáló lett volna, aztán ki tudja, lehet. Viszont azt külön tetszik, hogy egyébként minden, ami a számítógépes verzióban elérhető, az itt is. Tehát az itemek, a funkciók, meg egy nagy vonalakban egyébként a játék az tényleg konkrétan egy per egy ugyanaz, mint számítógépen, annyi, hogy az irányítás az ténylegesen a telefonhoz van igazítva. Kontrollernél meg ugye, mint mondtam, azt majd külön bevágom nektek, hogy az pontosan hogy sikerült. Így vélemények alapján, hát mit tudok nektek mondani, baromira nehéz volt lelőni az enemiket. Hát rankedem meg, hát szóval igen, egyébként rankedet az pont kontrollerre játszottam, nem voltak annyira jó meccsém, mondjuk erre számíthattam volna. Őszinte leszek veletek, hogy miért akartam rankedet játszani? Kíváncsi voltam arra, hogy telefonon mennyire botok az elemik. Ha nagyon botok és elmegyek rankedezni, ott is botok lesznek-e, de nem. Tehát így nem nagyon. Itt sima meccsbe, tehát sima lobbiba nagyon látszott a játékosokon, hogy balfaszok meg, hogy bének, tehát azt így álltam képzelni, hogy azok több, mint a nagyobb része bot, nem úgy, mint a számítógépes lobbiba. Ott is sok bot van, de itt kifejezetten, itt tényleg nagyon sok bot volt, úgyhogy álltam képzelni egyébként, hogy így a telefonos változatban több bot van, hogy élvezhetőbb legyen a játék. Viszont rankeden meg purvára tryhard játékosok vannak, csak úgy, mint a PC-s verzióban. Úgyhogy ha esetleg telefonon szeretné rankedezni, ugye én most Diamond 2-es lobbyba vagyok, majdnem elit, ugye azért már az viszonylag nagy rangnak számít. Hát igen, tehát hogy telefonon a Diamond lobby az tényleg komoly. Az tényleg komoly. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy könnyebb telefonon rankedezni. A sima meccse viszont könnyebbek, csak az irányítás az borzasztó, tehát azzal meg kell mindenféleképpen barátkozni. Illetve azon is meglepődtem, hogy itt például ezek a kannák rendesen felrobbannak, mint a számítógépes verzióban. Tudom, hogy ezek így furcsán hangzanak, hogy persze, ez egy Fortnite, csak hogy legtöbbször például az ilyen telefonos konzolportok nem feltétlen működnek úgy, mint a rendes játék, kivesznek funkciókat, nem úgy működnek a funkciók, stb. Itt viszont ténylegesen egyben egy ugyanúgy frissítik a telefonos, bocsánat, csak ásítottam, a telefonos változatot, mint egyébként a számítógépes változatot, úgyhogy le a kalappal egyébként, ténylegesen, hogyha mondjuk nincs számítógéped, nincsen laptopod, egy tableten, egy iPad-en, talán még egy telefonon is, bár ott tényleg nagyon pici minden, és így alig látsz belőle dolgokat, érdemes kipróbálni, hogy bejön-e, tudod rendezgetni a hádot. Én most ebben ennyire nem merültem be, kíváncsi voltam, hogy nyomok pár meccset, hogy megy a játék, mit működik. És egyébként nem volt ez a borzadalmasan rossz, tehát mit tudom én, este mondjuk így lefekszek az ágyba, lenyomok egy-két meccset, de hogy így játszani telefonon aktívan biztos, hogy nem fogok. Tehát, hogy számomra azért az irányítás, ez eszméletlen durván szokatlan, és egyébként kontrollerrel sem mondanám azt, hogy sokkal jobb, sokkal élvezhetőbb, meg jobbultabb lenne a dolog, úgyhogy nem, semmiféleképpen nem mondanám ezt. De mondom, akinek nincs számítógépe, hozzá tud szokni, aki például telefonon kezdte el a játékot, meg azon játszott folyamatosan, annak persze teljesen más az irányítás, ez ugyanolyan, mint nekem számítógépen, teljesen más az irányítás, mint mondjuk egy konzolosnak. Én nem tudok úgy kontrollerrel játszani, ő nem tud így számítógépen játszani, én nem tudok annyira telefonon játszani, de aki
világéletében telefonon Fortnite-ozott, értelemszerűen ő meg egy pistok, hogy nem tudsz telefonon játszani, hát kurva egyszerű, hát így van átlagban, izé, elit rangom, rankedem, vagy faszom tudja. Ugye nem azt mondom, hogy lehetetlen, de hozzá kell szokni, tehát itt például láthatjátok, hogy így a célzás az így konkrétan megállok egy helyben, hogy tudjak lőni. Na most számítógépes verzióban te megállsz egy helyben, hogy lőj, abban a pillanatban kisznájpolnak kategória, főleg rankeden. Tehát ott megállsz és lősz valakire egy helyben, akkor a célpont vagy, annyira kiszolgáltatott vagy, hogy ezt így nem lehet elmondani. Úgyhogy itt láthatjátok, hogy hogy nézett ki ez a meccsem. Itt most egy kicsit belegyorsítok, és akkor jöjjön a ranked. Na közben srácok, lányok. Itt vagyok, most átváltottam kontrollerre. Hát ezeket a repeket kaptuk meg amúgy, meg ezt a csákányt, ami egyébként cute. De oké. Úgyhogy amondó vagyok, hogy kell ezt átállítani. Hogyan állítom át? Solo. Bekapcsolom kijelzőn. Jó, most már rankedán vagyunk. Ranked szóló telefonon. Ezt nem meg fogom bánni. Egyébként az a vicces, hogy egyébként Xbox kontrollerre játszok, hogy nincsen hang. Továbbra sincsen hang. A játékban valamiért nekem nincsen hang. Visszanéztem a videót, szerintem ott sem volt hang. Most így nem nagyon rémlik, hogyan kell csúszni. Ja, így. Szóval visszanéztem a videót, ott sem nagyon volt hang. Úgyhogy nézzétek el. Nem tudom most mi van ezzel a Fortnite-os telefonos változattal. De lényeg az, hogy most ez van. Tehát én valamiért nincsen hang a játékban. Nem tudom, hogy megköszöntem. Végignyomtam az összes gombot, de megköszöntem. Úgyhogy, ha esetleg nem hallottak a videóban, nem halljátok a videóban a játékot, akkor sorry, majd igyekszem valami kis háttérzenét alárakni és megnézni. Na most rankedezünk. Remélem, hogy ilyenkor PC-s játékosokkal nem dob össze egyébként, mert amúgy ez tökre kiment a fejembe, hogy most rankedezünk. Nagyon kiment a fejemből, hogy rankedezünk, és ez probléma, mert rohadtul nem terveztem meg az esésemet. Az meg, hogy a játékot nem hallod, hát... Rankeden alapból nem egy fényes dolog, hát egyelőre van rota itemünk, az is valami. Nézzétek el a mozgást, nem szoktam kontrollerre játszani. Fogalmam sincs, hogy mit és hogyan kell csinálni, hogy melyik gomb mit csinál, nem tudom, az meg. Igen, de természetesen kipattant a fejemből azért, hogyan kell az inventory-t megnyitni, hogyan kell nyitni, ez így. Sőt, inkább így. Yeah. Hogyan kell drop item, itt van. Fájtolnak. Hoppa! Na, bro. Na. Jó, megyünk oda, megnézzük a fiktöt. Csak meg lófaszt nem látok. A kurva életbe.
Hol van? Nani? Honnan lőttek rám? Azért bazd meg, ott volt aim assist. Meg nem tudom, hogy a tökönbe laggolok egy iPhone 13-on. Figyeljetek, számítógépen is azért nem egy gyenge darab van. Annál is érdekesen van megoldva, meg ez a... Most mi történik? Kikapcsoltak. Bazd meg, lemerült a kontrollerem. Hát igen, srácok, nagyon sajnos ez lett a videó végül, hogy lemerült a kontroller, mert már nem akartam a telefonos változattal játszani. Kontrollerre sem volt a legkönnyebb, de így meg, hogy lemerült a kontroller, és most nem volt itthon ellen, így nem tudtam mit csinálni. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a csatornatagoknak a támogatást, nagyon szépen köszönöm, tényleg baromira hálás vagyok. Ha ti is szeretnétek csatornatagságot vásárolni, a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagságot vásárolni. A csatornatagoknak pörög egy nyereményjáték, részletesebben ebben a videóban megtaláljátok, hogy mik a feltételek és hogy mit lehet nyerni. Nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek a támogatásokat, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, dobjatok egy kommentet, hogy tetszett a videó, ti szoktatok a telefonon játszani, vagy mi a véleményetek a telefonos változatról. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, és ne felejtsétek el, hogy szoktam streamelni, úgyhogy érdemes feljönni a Discord szerveremre, vagy gyakrabban csekkolni a YouTube csatornámat. Sziasztok!